Hogy vagy? Köszönöm a kérdést. Jól vagyok, nagyon. A múlt héten, meg előtte héten is már kezdtünk egy komolyabb munkát, de múlt héten volt az, amikor nagyon felépítve külön dolgoztam az erőléti edzőnkkel, utána jöttem, amennyit tudtam bent a terembe, dobtam, tehát itt nagyon jó fel volt építve, úgyhogy most, és az az érzésem, hogy napról napra érzem, hogy többet bírok a pályán, és jobb minőségben tudok dolgozni az edzéseken, úgyhogy igazából ez nagyon motivál, meg ugye eleve motivál az, hogy eleve úgy vállaltam a műtétet, hogy azt mondtam, hogy képes leszek az első mérkőzésre, ami a legfontosabb visszajönni, úgyhogy ezt most tartom is, úgyhogy igazából örülök, hogy most már egyre többet töltetek a pályán, és nem csak kívülről kell néznem a csapattársaimat, úgyhogy nagyon motivált, és így boldog vagyok meg, hogy fáradt is, mert azt nem mondom, hogy nem vagyok fáradt, de hát ilyen ez a szezon előtti felkészülés, úgyhogy nekem meg tudom, hogy még többet kell beletennem, mint eddig korábban, hogy ahhoz, hogy most tényleg a pályán tudjak is. Nem csak az úgy szeretnék a pályán lenni, hogy csak ott lenni, hanem minőségben hozzátenni, hogy tényleg sikeresek legyünk, és megcsináljuk ezt az Euroliga kvalifikációt. De akár már a Siókupán is találkozhatom veled? Én azt mondanám, én szívesen, ahogy most érzem magam, úgy érzem, hogy akár egy-egy percre kipróbálnám magam, csak mégis megnézni, hogy az iramot hogy bírnám, mert azért mégis egy meccsen más, mint edzésen, szóval én úgy igazából kipróbálnám magam. Most azt mondanám, hogy nincsen olyan semmi problémám, hogy szerintem egy-két percet ne bírnék, úgyhogy remélem, ha nem is az első meccsen, de remélem, hogy akár valamelyiken egy kicsit már ki tudom próbálni magam. Köszönöm szépen! Köszönöm!